Levegás megtörtént, megjött a munka. Jó reggelt kívánok mindenkinek. 10 óra lesz 9 perc múlva. Elmegyünk egyet gyorsan felrakni. 4 felrakónk van. 2 lerakónk, szentve egybe fogunk menni. Kilódulunk, hát ez egy most 29 perc, 30 kilométer. Menjünk szépen vissza. Közel 20 tonna lesz. A8 Salzburgnál lépünk majd a határt, és akkor onnan megyünk be Szent Mihály. Nél, aztán Neumarkt, és úgy. Így próbáljuk megcsinálni a feladatot. Hát nem tudom, hogy meddig jutok felrakásilag. Holnap utáni 10 órás az első lerakó, nem az utolsó lerakó, úgyhogy valószínűleg holnap utána olyan 6-7 órás az első. Na mindegy, megpróbáljuk a lehetetlen, ma főpakolunk, azt nekilódulunk. Kasszelnek, megteszünk most 1,4 km kettesen irány Hannover felé. Jó lesz, mert 26 pályán. Aztán balra tartva irány fel a pályára. 500 láb után, nem ez nem az, majd nem, balra, majd. Lámpa kegyes velünk. Mehetünk is, és akkor 26-ot megteszünk a pályára. Megtenné, hogy körülnéz? Nincs japán az utcán? 27-re pedig felrakjuk az elsőt. Visszatértünk a kettesre.
teszünk most 25 km. Visszafelé is megnézhetjük ezt a helikoptert, amit az emberek viszik. Még 6,5 km-t fogunk megtenni itt a felrakóig, abból 4 és felett pályán. Nem sokára érkezünk. Hát akkor itt lehagyjuk. Menjünk le az autópályáról, mert már nagyon dühösek mindenki. 7 kilométerre van az első felrakónk, lesz belőle még 3 ezen kívül. Drámaian szeretném ezt így előadni. Körforgalom jön. Egyenesen kell mennünk, ipari park bőnen, az nekünk nagyon jó lesz. A lámpa enged minket. Berekedtem az örömtől, körforgalom jön, az első kijárat lesz jó, az első kijárat tök jó lesz. De tulajdonképpen unalmas az élet itt bent. Egyetlen örömöm van, amikor azt mondhatom, hogy körforgalom jön! És nem sokára érkezünk is. Megkeressük ezt a felrakót. Szép sebesség, gratulálok! Én meg ugye álmomban szeretnék meghalni, mint a nagyapám, és nem üvöltve sikoltozva, mint az utasai. Kedves utasai, a körforgalomban a harmadik kijárat lesz a nyerő. Most utána már... Ne remégy, a harmadik kijáraton kell kimenni. Itt van az ősz, itt van újra, meg mi is. Most tényleg megérkeztünk, csak már behajtót kell megkeresni, hogy hol van. De szerintem itt. Igen, nagyon úgy néz ki. Megértünk. Hát első felrakónk megvan. 11 óra, mehetünk szépen tovább. Délre kell ott lennünk a másikon, ami 36 km. Innen kihatolunk, most menjünk visszafelé. Menjünk, most úgy menjünk fel a pályára. És hát itt is megteszünk most 6,5 kilométert, csak elhagyjuk a kettest. Na most hajtsunk le az autópályáról. Irány Arnsberg.
ismerős az a környék. Vagy itt születtem, vagy ide jártam nőhöz. Mindjárt jobbra megyünk. Vannak esetek, amikor balra kell menni, de most nem. Láttad tegnap Dr. House-t? És aztán átkeverünk megint a pályára. Majd azt keressük most, hát igaz, hogy van még addig 7 kilométerünk. Szépen haladunk. Hildegbe érkezünk. Bankin nincs rossz idő. Igaz, hogy negyed dél van. Szél és ez tesz idegetni a történetet, lehet, hogy egy kicsit meg is fáztam a kibeugrálásba. Ez a szél, ez nem tesz jót nekem. Mert kellene pánik, majd kifekszem. Hát robogunk tovább itt még 1,4-et, aztán rákanyarodunk az autópályára, mi megteszünk 18-at, 21-re pedig már ott lesz a felrakó. A második a négyből. Jobbra megyünk mindjárt. Itt elmegyünk a 445-ös számú pályára, és azon megteszünk 18 km. Menjél jobbra. Most egy picit hallgatok, és akkor utána még majd dumálok. Fölhajtunk szépen azt a... Ó, egy 18-as. Történet, úgyhogy minden, hogyha bemegyek, akkor talán már rutinosan tudom, hogy... Ez az, Bubi! Nyomja neki! Igen, tudom, hogy hova jövünk. Jobbra sokkal később, és egy kicsit később balra, és lesz még egyenesen is, de az a jobbra után van, azt hiszem. De hát aztán majd még megnézem addig a térképet. Tudsz követni? Igen, az a gőzként, ha minden igaz, ez a miénk. Igen.
lefelé aztán ugrapunk meg jobb oldalon. Azt nézem, hogy hát balra kéne menni. Ha? Majd. Most balra fordulósat játszom. Aztán meg majd jobbra kell menni később. Majd talán beenged irány balra, utána lent pedig jobbra. Nem sokára jobbra kell menni, de tényleg. Utána fordulj balra. Hát aztán már lassan megérkezünk. Igen, itt az úton elfordulunk jobbra. Nincs idő sokat dumálni, jobbra, 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 és utána fordulj balra. Hát itt nem kell balra fordulni, hanem itt jobbra kell fordulni, mert az mutatja már a tábla nekünk, hogy arra van. Úgyhogy megérkeztünk, itt lesz a felrakás. Felrakás megtörtént. Indulunk ki a cégtől, hatulunk kifelé. Nem, hogy most neki lódulok, mert ez holnap reggeli felrakó. Meglátjuk, hogy hogy érek oda. Hát szerintem holnap reggel, de tudom, hogy ott meg lehet állni, éjszakázni. Ezért jó dolog tud lenni az, hogyha az ember ismerős címekre megy. Azért jó, hogy az ember ismerős címekre megy, mert akkor legalább tudja, hogy hol mit lehet. És itt lehet majd, sőt még, hogyha úgy érek oda, hogy még dolgoznának, akkor lehet, hogy megfizetési lehetőségem is lenne. Amit ki is használnék, mert jól megizzadt az ember ebben a nagy melegbe. Ezért fázik meg. Na innen most visszatérünk ide az autópályára egy kicsit. Megyünk itt a 46-os számú pályára. Aztán megyünk visszafelé, keressük a 44-est. Nekünk azt adták meg, hogy autópályán kell mennünk.
Kassel, Fulda, Würzburg. Úgyhogy akkor azt követjük. És most van egy negyed órás pihenőidőm, amit itt kivettem. Ezáltal most ugye tudok menni. Egy-két órát megyek, aztán szépen félreállok, megebédelek. Ez körülbelül egy fél órás pihenő. És utána aztán teli idővel pedig oda fogok érni a harmadik felrakóra. Ami ugye holnap reggeli. De még az is lehet, hogy ma megraknak, nem biztos, hogy nem. Ráadásul ez azt hiszem paletta cseré szokott lenni. Igen. Hát egy teljes palettát kell, hogy cseréljek. Nem bánom. Elhagyjuk a 445-öt, rámegyünk a 44-esre. Irány Kassel. Aztán beleolvadunk a forgalom folyamába, robogunk. Itt most 110 km Kasselig. Most megérkezünk a kiszemelt pihenőhelyhez, ahol eltöltünk egy fél órácskát. Utána teli idővel már elérek odáig, ezért is csináltam úgy, kimatekoltam, hogy így lesz a jó. Most 2 óra van. Egy fél óra alatt szépen megebédelek, és aztán folytatjuk tovább az utunkat. Úgyhogy ide benézünk egy csöppet. És eltöltünk egy fél órácskát. Én egy megállok mögéjük, az a biztos. Ez itt nekem tök jó meg lesz. Így van. Nagyon jó. Pihenő. Kérem, pihenőidő letelt. Mulhatunk tovább. Megebédeltem, elmosogattam, rendet raktam, visszatérünk a 44-re, meg se állunk a 7-esig. Beleveszünk itt a forgatagba. Teli idővel mehetünk tovább. 14 óra 30 van, én úgy számolom, hogy 18 óra körül érünk oda. 19-ig van munkaidőm, meg egy pici. Úgyhogy szerintem teljesen jó, zárjuk a napodot, ott lesz az éjszakánk. Már nem hiszem, hogy lesz ott valaki, bár ha lesz, akkor hogy talán fürdeni is tudunk. Na mindegy. Egyelőre még 26 km-t megteszünk a 44-en, hogy aztán ráforduljunk a 7-es számú autópályára. Szépség lesz, jövök. Egyébként ilyen a táj. Érkeztünk Fuldatalhoz. Itt belassultunk, volt egy kis dugasz.
ez miatt, hogy itt egy sávra szűkültünk. Azért csak ide értünk. Kanyarodunk rá a 7-esre. Ott már aztán szerintem normálisan tudunk haladni. Csodás a panoráma. Nagyon szép a táj. Irány a 7-es, irány Würzburgra. Remélem több ilyen megtorbanásunk nem lesz. Akkor nyugodtan tudunk haladni most már tovább. Hát egy 20 percet eldobtunk itt, az biztos. Nem vezetési időből, inkább munkaidőből. Na és akkor itt beleolvadunk a 7-esnek a forgatagába. És már mehetünk is tovább. Érkeztünk az 5-ös 7-es kereszteződéséhez. És ugye mi a 7-es felé folytatjuk tovább az irányt. Irány Fulda. Elkezdett esni az eső. És itt most megteszünk akkor 130. Egy kis völgyhíd, az, hogy esik az eső, de attól még gyönyörű. Még közel 2 órát fogunk menni, 135 km, és odaérünk a 3. felrakónkra. Szerintem már zárva lesz, úgyhogy szerintem csak ott éjszakázunk, aztán majd holnap reggel megyünk, mert fölrakjuk az árut. Az sem biztos, hogy készen van, mert 10 órás lenne hivatalosan erre felrakó. Ha meglátjuk. Egyelőre megyünk, aztán majd kiderül. Gyönyörű völgyhídhoz érkezünk. Az idő az nem lehet gyönyörű, tehát az nem annyira gyönyörű, de a völgyhíd ez csodálatos. Sokára a Rőnyi kutnál leszünk, azon is megadom. És haladunk még, másfél órát megyünk, és van egy 110 km-ünk vissza. Lehűlt az idő, 4 fok van csak. Nem sokára sötétedik és szürkület, minden mindenbe játszik. Letérünk az autópályáról, irány a 19-es. Lassan húzódj jobbra. Würzburg felé. Mit csináljak? Legyek neked a jó tündér és hozzak vicceket, vagy mit szeretnél? Mondjuk én tőlem egyszer a jó tündér ugyanígy megkérdezte, hogy mit szeretnék inkább. Jó memóriát, vagy nagy ilyen férfi tagot, de már nem emlékszem, mit válaszoltam. Autóút az jó nekünk, mert akkor 80-nal tudunk haladni.
fönnál repesztetünk kis tova. Most mondjuk megteszünk 5 km, 48-ra lesz a lerakó. A kötés felett megyünk egy biztos. Azt hiszem. Nézegettem a térképet egyébként, hogy merre megyünk utána. Hát nézd, figyelj, tarts jobbra, aztán majd legfeljebb szólok, amikor be kell húzódni. Megérkeztünk Würzburghoz. Átszeljük szépen a 19-en. Én értem, hogy van légzsák, de ennyivel? Aztán a lámpa, hát nem is tudom, lehet, hogy megfog minket. Most van az, hogy majd aztán később fordulunk mindenfelé, meg sávot váltunk, meg ilyesmi. Jobbra kellene tartani egy picit. És megfog, igen, a lámpa minket, kezd sötétedni is. Már nem sokáig. Csináld úgy, hogy jobbra tartasz. Tudom mutatni, hogy merre járunk, de Würzburg még benne lesz valószínűleg. A lámpa enged minket. Be van borulva. Elég szutyok idő volt végig. Esett az eső innen már. Menj tovább több mint 300 km. Hát most ez van. Nézd, az is lehet, hogy elszámoltam. Azon gondolkodtam, hogy még most még egyszer ellenőrzöm az adatokat, jó? Mert lehet, hogy valahol egy előjelet elszúrtam. És lehet, hogy igazából egész rossz irányba megyünk. Mert hogy ez nem lehet. Tehát az nem lehet, hogy 300 km folyamatosan kell menni. Én szerintem az utolsó matematika vizsgámon egyébként, amikor hát így kegyelemből megkaptam a navigációs vizsgát, tehát akkor lettem én igazából GPS, de hogy ott is volt egy ilyenem. Azt mondták, hogy ez nem nagy elszúrás. Hát kérdezem, akkor mi az elszúrás, hogy tengerbe irányítalak, nem mindegy. Hogy, és mondjuk azt mondom előtte, hogy gyorsítson föl 200 km/h, és kész, ugratunk. Na, volt egy ilyen tényleg, hogy ott akartunk menni a Balatonhoz, csak ellenkezőjére megmondtam el. És utána ugye próbálj az ember védeni a modell becsületét, és akkor már mondtam, hogy tudom én 67 000 km, és az a marha az ment, tényleg. Jó, tudom, látom, te is mégy, de te nem vagy marha. Tehát nem azért, mert hogy ezt így beszoktad, hogy 300 km menjen egyenesen. Jó, hát nem érdekes. Én örülök az ilyen naív, kedves embereknek, akik mondjuk nem reklamálnak, és egyáltalán nem is nyomnak meg egyetlen gombot sem a GPS-en, amikor az ilyet mond, hogy menjen előre 300 km, ott forduljon jobbra vagy valami. Nézd, bármi is lehet. És szerintem akárhová is sikerül eljutnunk, ott, hogy mondjam, rajtad múlik, hogy megtaláld az érdekes dolgokat. Tehát végül is te teszed jobbá az életedet. Az lehet, hogy közben átmegyünk Romániába, de ott is vannak szép dolgok. Ugye, hogy itt is vannak szép dolgok. Hát ez Würzburg. Szeljük ketté. Azért jó. Azért nagyon jó, hogy ilyen gyorsan is tudsz menni. Nekünk ezt a 19-est adták meg, úgyhogy erre kell menjünk. Ez pedig keresztül visz Würzburgon minket. 17 óra 44 perc van. Hát mi csak egyenesen megyünk, az vezet ki minket Würzburgból.
szép sebesség, gratulálok. Én meg ugye álmomban szeretnék meghalni, mint a nagyapám, és nem üvöltve sikoltozva, mint az utasai. És hát durván ennyi volt Würzburg. Lekopogom, elég szépen át tudtunk rajta jönni. Tábla, megyünk még 36 km, 37-re pedig, ott lesz a felnap, el a stadba érkeztünk. Mi van? Átfestjük az autót pirosra? Belül? Kedves utasaink, hamarosan enyhén balra döntjük a gépet. Kérjük, ne hányjanak. Hát azért már szürkül rendesen, tehát úgy mondom, hogy sötétedik. Maradunk a főúton, úgyhogy... Enyhén balra kéne fordulni, mert hogy az jó. Nem lesz. A medve és a nyuszika sétálnak az erdőben, és összefutnak a jó tündérrel. Jó tündér mondja, jó napom van, teljesítem 3-3 kívánságotokat. Medve, sok-sok medvelányt akarok. Nyuszika, répatortát. Medve, még több medvelányt akarok. Nyuszika, akarok egy Ferrari. A medve, még több medvelányt akarok. Mire a nyuszika, a medve legyen meleg. Na és akkor települjük fel. És akkor mehetnénk lassabban. Roboghatunk tovább. Bad Bergenheim felé. Még 23 km és ott vagyunk a 3-as számunk. Településre érünk, Bersfelden. Tizenkét kilométerre vagyunk. Nem volt egy nagyon nagy település ez a Bersfelden, már hagyjuk is el. 5 kilométerre lesz Harthausen. 8 óra 17 perc van. És itt mi balra fogunk menni. Ilyenkor Gershelyim. Egyszerűen nincs ötletem. Komolyan. Fingom sincs. Menjünk mondjuk balra. Istenem, én tulajdonképpen két dolgot gyűlölök, a kompot meg az alagutat. De ez például egyik sem, hanem körforgalom. És másfél kilométer múlva meg is érkezünk a harmadik felrakóra, ami nagy valószínűséggel holnapi lesz. Hát ugye sötétedik rendesen. De már szinte meg is érkezünk. Ide menjünk be balra. De mi lenne, hogyha bemennénk a körforgalomba, aztán kijönnék a hármason? És aztán már meg is jöttünk. Menjél a harmadik kijáraton! Jobbra, már az ipari park rész, úgyhogy itt már
bárhol meg is tudnánk állni, akár itt is, de a sárba nem megyek be. Van egy zsákutca nekünk, ez a jó. Mivel már jártam itt, ezért már nem okoz gondot. És itt jobbra be kell, hogy sűrjünk szépen. És itt lesz a felrakónk nekünk holnap reggel. Itt meg tudok állni szépen, le tudok parkingolni, és utána oda be fogunk menni holnap. Ide szépen félreteszem az autót. Igen, úgy jól sejtettem, itt már zárom minden. Ide visszatolatok, és zárom a napot, megérkeztünk. Lesz a nap vége, lesz az éjszakánk. Jó helyen vagyunk, talán nem lesz olyan nagyon zajos. Följebb vagyunk mind az út, és talán nem lesznek annyira zajosak az autók. Hol lenne látni egy csöppet? Ó, jó lesz az irányom. Gondolom, ennél jobb lenne, akkor el kéne rontani. Hát megjöttünk. Köszönöm, ha ma is engem választottatok, mindenkinek minden jót kívánok, a béke legyen veletek, mindenkinek jó egészséget, holnap folytatjuk!